Itt vagyunk a Raiffeisen Banknál, éppen megint plakátoljuk a bankot. Mellettünk, ott mögöttünk a Sopronban kedvencünk. Aztán az Unicredit-et már telenyomtuk, és ott van még egy K&H is. Mindez az Andrássy Bajcsy sarkában, ide települtünk át tegnap este. Itt egy egysávos forgalomlassító demonstrációt tartunk, és ha már itt vagyunk, akkor plakátoljuk is a bankokat. Hogy mi ennek a története? Tegnap a nagy reményű autós demonstrációt követően Kásler Árpád ismét hazaküldte az embereket. Részemről utoljára többet nem fogok részt venni semmilyen rendezvényen, ezzel jó néhányan vagyunk úgy, és csókoltatom azokat is, akik délelőtt még arról beszéltek, hogy ők bizony feltétlen maradnak, és nem mennek haza, amíg nem történik valami, aztán úgy hazamentek, mint a sic. Maradtunk itt jó néhányan egész éjjel az autókkal, itt is egy bejelentett rendezvény van ma délig. Ma délig válunk megfelelő mennyiségű autót, ez a 100 fő, úgy egyeztünk meg, ha 100 autó összejön, akkor folytatjuk, ha nem, akkor mi is hazamegyünk. Nagyon fontos, hogy ma elindítunk egy regisztrációt, ami arról szól, hogy akik rendszeresen részt vesznek az ütős akciókban, azokat beregisztráljuk, és a jövőben csak azokat vagyunk hajlandók megmenteni a kilakoltatástól, vagy esetleg ingyenesen jogi tanácsadást adni, aki rendszeresen részt vesz, és támogatja azt, hogy álljanak le a végrehajtások. Hajrá, várunk mindenkit! Sziasztok! Igen, itt vannak a tapétodok.